4000 mérgező kémiai anyag található egyetlen eldobott csikben. Az a tapasztalat, hogy ez az apró, ám annál veszélyesebb hulladék mindenütt jelen van az utcákon. Nem csak esztétikai problémát okoz ezek jelenléte. A keletkező csikkek kétharmada ugyanis a földbe, csatornába kerülve rendkívüli mértékben mérgezi a talajt, illetve ivóvízünket. A cigi csikkek okozta károkról a Nyíregyházi Zöld Akciócsoport tartott tájékoztatót a Városházán. A civilek szerint az egyik legfontosabb a valamennyi korosztályhoz szóló szemléletformálás. Szerintük az is szükségmegoldás lehet, ha a dohányzók úgynevezett zsebhamutálba helyezik a mérgező csikkeket. A tájékoztatón az önkormányzat támogatásával csikkszedési kampányt is hirdetett a szervezet. A Facebook oldalunkon, a Zöld Akciócsoport Nyíregyháza Facebook oldalon bárki megszemlélheti az akcióinkat, mindig ott jelenítjük meg, illetve most már, hogy ilyen jó kapcsolatunk van az alpolgármester úrral, aki mögénk állt ebben a témában is, őt is értesíteni fogjuk, és valószínűleg, hogy az önkormányzati oldalakon is megjelennek ezek az akciók, amelyek jövő héten, hétfőtől vasárnapig fognak tartani. Itt lesznek olyanok, amikor intézményeket célzunk meg azzal, hogy jöjjenek a dolgozók, illetve az idősebb diákok, most itt gimnazistákra gondolunk, csikket szedni, illetve lesznek olyan akciók, amelyeket a csoportban hirdetünk, és bárki jöhet a lakosságból. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, nem áll rendelkezésre annyi emberi erőforrás, amely a megyeszékhely 42 négyzetkilométeres területén folyamatosan felszámolja az eldobott csikkeket. Azt gondolom, hogy segíteni kell a civil társadalmat abban, hogy utat találjanak minél szélesebb tömegekhez. Mert a szemléletformálás az tényleg nagyon fontos dolog, és ez ebben az esetben a szemételésben és a cikk eldobásban ez kortalan. Ez nem csak a piciknél kell elkezdeni. Ez szerintem mindenkinek a közügye, és mindenkinek egy ilyen szocializációs ügye, hogy a szemetet azt mindig abba a helyre tárolják, vagy dobják el, ahová az igazából való. A tájékoztatón az is elhangzott. Kevesen tudják, hogy a cigarettacsik eldobása szabálysértésnek számít, amely 5000-től 50000 forintig terjedő helyszíni bírsággal büntethető. Abban az esetben, ha eljárás indul, akár 150000 forintba is kerülhet egy csikhajítás. A civilek szerint Nyíregyházán a busz, vasút és taxiállomások környéke, a kórház, valamint egyes irodák környezete a leginkább szennyezett terület, sok esetben pedig 1-2 méter választja el a dohányzót a kihelyezett kukáktól.